Március 1-től átalakul a szociális támogatások rendszere, egy részük az önkormányzatokhoz, más részük a járásokhoz kerül. Az úgynevezett jövedelemkompenzáló támogatásokat a járási hivatal ítéli meg. Ide tartozik a közgyógyellátás, az ápolási díj és az időskorúak járadéka, de márciustól itt igényelhető a munkaképeseknek nyújtható foglalkoztatás helyettesítő támogatás és a munkaképtelenek számára nyújtható, korábban rendszeres szociális segélynek nevezett egészségkárosodotti és gyermekfelügyeleti támogatás. Változnak az elnevezések és a folyósítás helye, de a támogatási összegek mértéke nem. Kedves megyében mintegy 10 000 ember az, akit ez a változás érint. Igazából a foglalkoztatás helyettesítő támogatásba részesülők ennek a 10 000-nek a döntő többsége. Náluk ez olyan változást nem fog jelenteni, mert a feltételek nem változnak, az összegszerűség alapvetően nem változik, tehát innen kezdve nem a települési önkormányzattal kell kapcsolatot tartaniuk, hanem a járási hivatallal, és amint eddig is a munkahelyi központokkal, vagy azok kirendeltségeivel. Azok, akik eddig rendszeres szociális segélyben részesültek, felülvizsgálatra számíthatnak, tette hozzá a szakigazgatási hivatal vezetője. Márciustól az önkormányzatoktól kérhető majd a települési támogatás, amibe ezentúl beletartoznak a korábbi lakásfenntartási, átmeneti vagy krízis segélyek. Ezekről következő ülésén alkot majd rendeletet a közgyűlés.